Üdvözöljük, be fogjuk mutatni a teljes folyamatát annak, amikor RefWorks-ből a tételeinket átrakjuk az EndNote-ba. Többféle módon megközelíthetjük a dolgot, én most az Organizer Share Folders fülecskében választom ki azt a mappát, melynek tartalmát szeretném átrakni. Itt az Export opción belül nagyon fontos, hogy a RefWorks tag Formatot válasszuk ki, ha engedélyeztük a felugró ablakot, egy új fülecskében megjelenik a mappa tartalma, amit a file mentése segítségével menthetünk el. Itt nagyon fontos, hogy a szöveges dokumentumot válasszuk ki. Célszerű egy új file nevet adni, egy olyat, amely kifejezi a mappánknak a tartalmát. Az EndNote-ba átváltva a Collect Import References fülecskére megyünk, tallózással kiválasztjuk a számunkra szükséges tartalmat. Az Import Options-ben, ha több anyagot is szeretnénk a Reflexből ből átmenteni, érdemes a Select Favorites-ben megkeresni a Reflex importot. Ebben az esetben sokkal könnyebben kiválaszthatjuk ezt a lehetőséget, majd egy új mappát létrehozva, melynek szintén azt a nevet adjuk, amit korábban a Reference-ben viselt, átemelhetjük tételeinket. Látjuk, hogy zajlik a folyamat, ennek leellenőrzéseként ide kattintunk a mappanévre, és megállapítjuk, hogy rendben lemente a folyamat.